Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damir Dávid vagyok. Ez pedig itt a 2022. augusztusi beszerzések videóm, úgyhogy már is mutatom, hogy milyen Blu-ray-ekkel, illetve VHS-ekkel gyarapodott a gyűjteményem az elmúlt egy hónapban. Tartsatok velem! A kedvenc külföldi kiadóm az A24 Films most augusztusban három olyan filmet is kiadott, amik engem érdekeltek, úgyhogy mindhármat előrendeltem, mégpedig az Amazontól, és mindhárom meg is érkezett. Úgyhogy akkor vágjunk is bele, a legelső film, amit mutatni fogok, az a Beware My Brethren, és akkor persze, ahogy mondtam, ez egy A24 Films kiadás Angliából. Ez kartontokkal jelent meg, és összesen háromféle borítót kapunk ehhez a filmhez. Van az, ami a kartontokon van rajta, van az, ami itt a belső tokon látszódik most, és hogyha azt megfordítom, akkor azon még egy harmadik féle borító van, úgyhogy azt majd mindjárt mutatom. Kapunk egy Blu-ray lemezt, meg egy kis bukletet, majd azt is mutatom mindjárt, de akkor előbb magát a borítót. Itt van a külső, ez pedig a belső. Úgyhogy akkor a borítót azt vissza is teszem a helyére, és akkor mutatom magát a kis füzetet, a bukletet, ez így néz ki. Nos, ez körülbelül 22-24 oldalas, azt hiszem, és akkor persze vannak benne képek a filmből, meg mindenféle szöveges leírások, információk, esszéféleségek. Persze mindez ugye angol nyelven, de klassz kis olvasmányok ezek. Nos, hát magát a filmet, ezt most láttam először erről a lemezről, de hallottam már róla korábban, illetve az előzetesét ezt láttam már egy párszor, mert az rajta van az egyik ilyen trailer összeállítás Blu-ray-en, ami megvan nekem, azt hiszem a trailer trauma második részén van rajta. Úgyhogy magát a trailert azt láttam már egy párszor, úgyhogy az alapján ugye ismertem már valamilyen szinten a filmet, és ott érdekelt persze, úgyhogy azért megrendeltem és megnéztem. Ez egy angol film, aminek van egy alternatív címe, és mégpedig az, hogy The Fiend. Azt hiszem, hogy eredetileg talán Britanniában, Nagy-Britanniában úgy adták ki, de aztán végül át lett keresztelve Beware My Brethren-re, meg Amerikában is így jelent meg, és aztán végül ugye angoloknál Blu-ray-en is végül így jelent meg. És ez egy 1972-es film, ami hát ötvöz igazából két horror alműfajt is. Egyrészt egy sorozatgyilkosos történet, amire rá lehet mondani, hogy már-már slasher elemek is vannak benne, másrésztről pedig egy szektás film, egy szekta film. Azaz, hogy hát ebben egy vallási gyülekezet van, de már túlzásba esnek abból a szempontból, hogy mit csinál ez a vallási gyülekezet, meg hogy az Istenükért, hogy mit tesznek meg hogy milyen dolgokba mennek bele, meg hogy mire kényszerítik így a saját tagjaikat, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek. Tehát nem egy szimpla vallásról van szó, nem arról, nem szimpla vallásos emberekről van szó, hanem már túlzásba viszik ezt a fajta vallási fanatizmust, úgyhogy ezért mondom, hogy ez már tényleg inkább egyfajta szektának tűnik. És a szektának az egyik tagja, egy fiatal férfi, ő lényegében egy sorozatgyilkos úgy mellékesen, és fiatal lányokat öl meg, mert neki is megvannak a maga nézetei, ami alapján bünteti lényegében ezeket a lányokat. Úgyhogy összességében ugye ez a két almifaj keveredik benne, szerintem nem volt egyáltalán rossz film, bőven vannak benne így érdekes dolgok, meg ugye jól megcsinált gyilkosságok. Meg nagyon érződik egyébként rajta nem csak a pszichónak a hatása, de a Peeping Tom kameralás című filmnek is a hatása. Ugye van ez a férfi, és akkor mindaz, amit csinál, ami ugye lényegében maga ez a vallási gyülekezet, a szekta is felelős valamilyen szinten, meg az anyja is hatással volt rá nagyon erősen, úgyhogy lényegében ilyen dolgok miatt gyilkolt, de persze a filmben ez jobban kiderül, hogyha esetlegesen megnézitek. Na de extraként kapunk audio kommentárokat, illetve kisfilmeket, interjúkat, a filmnek az eredeti előzetesét, és akkor persze angol nyelven lehet megnézni, meg van hozzá angol felirat. Aztán a következő A24 Films kiadás Angliából az a Hitcher in the Dark című film, ami az olasz gyűjteményben jelent meg, mégpedig a 72-es sorszámmal, ami ott látható a gerincen, és ez egy limitált díszdobozos kiadás. Ez itt a külső tok, egy vastag, jó minőségű doboz,
És akkor ezen belül kapunk egy simatokot, ugye egy másik fajta borítóval. Kapunk egy kis könyvet, ami 40 oldalas, és akkor persze ebbe is képek vannak a filmből, meg információk, leírások a filmmel kapcsolatban, ugye eszéféleségek. Úgyhogy ezek klassz kis olvasmányok. És akkor kétféle borítót kapunk. Ez az alaszgyűjteményes borító. És akkor a másik borító azon ugye nincs rajta az a számozás lényegében. De ez ugye ugyanaz a kép, mint ami a külső tokon is rajta van. És akkor kapunk még ezen felül egy pósztert. De persze ez csak az első gyártás során, tehát később, amikor újra megjelenik ez a film, akkor nem lesz már hozzá se a külső doboz, se a booklet, se a póster, ahogy ugye a Beaver My Brethren esetében se lesz már hozzá később, se a kartontok, se a booklet. És akkor ez egy egyoldalas póster, tehát teljesen fehér az egyik oldala, és akkor a másik oldal az persze az a kép, ami a borítón is rajta van. Szerintem említettem már korábbi videóimban, hogy én jobban szeretem az ilyen posztereket, amik ugye egyoldalasak, mert hogyha bármikor is úgy döntök, hogy esetleg bekereteztetem és kiteszem a falra, persze nem mint hogyha túlságosan sok hely lenne nekem a falamon, de ha bármikor esetleg úgy döntök, akkor legalább nem fogom azt sajnálni, hogy ugye bár csak hogy nem látni ugye a másik felét, hiszen ez csak egyoldalas, így ezzel nincs gond. Nos, hát ehhez a filmhez kapunk olyan extrákat, hogy interjúk, mégpedig az egyik interjú az nem mással van, mint a rendező Umberto Renzinek a lányával. Megkapjuk a filmnek a trailerét, illetve audio kommentár is van, meg még egy másik kisfilm is, ami, hát most ez frissen lett igazából megcsinálva ez a dokumentumfilm, de lényegében Umberto Lenzi beszél benne, tehát lényegében ez egy Umberto Lenzi interjú, ő beszél a karrieréről, és ez egy két részes interjú, és ezen a lemezen csak az egyik fele van rajta ennek az interjúnak. De ugye maga a felvétel, maga az interjú az már régebben lett felvéve, hiszen Umberto Lenzi ugye elhunyt egy pár évvel ezelőtt, és ez az interjú, ez nem is tudom, talán most nem emlékszem hirtelen, de kiírják a dokumentumfilmnek az elején talán egy 15 évvel ezelőtti. Körülbelül talán. Valamikor azt hiszem a 2000-es évek elején készületett. Úgyhogy ezt persze olasz nyelven lehet megnézni angol felirattal. És akkor magát a filmet az pedig angol nyelven lehet megnézni, illetve van hozzá angol felirat is, és hát röviden ez arról szól, hogy van egy fiatal férfi, aki egy ilyen nagy lakóbusz, lakókocsi félséget vezet Amerikában, és aztán fiatal lányokat szed föl, stopposokat, és aztán elrabolja őket, és megöli őket, hogyha épp olyat tesznek, ami neki nem tetszik. És a film úgy indul, mintha ez egy slasher lenne, de aztán nagyon hamar rájövünk, hogy mégsem arról van szó. Lényegében elrabolja a főszereplő lányt, és az egész film arról szól, hogy ez a lány meg akar szökni ettől a férfitől. És egyébként ez a főszereplő lány engem nagyon emlékeztetett a fiatal Patricia Arquette-re, hogy az arca is, ugye a hosszú szőke haj, meg minden, tehát úgy nagyon is emlékeztetett egyébként rá. No de, maga a film az olyan szerintem, hogy nem tartozik Umberto Lenzi legjobb filmjei közé, de szerintem eléggé szórakoztató is, meg azért csak szurkolunk a lánynak, hogy sikerüljön megszöknie, és azért folyamatosan vannak olyan pillanatok, amikor van lehetőség, de aztán nem jön össze, tehát azért szerintem izgalomba tartja a nézőt, a rendező, de ugyanakkor egyáltalán nem tökéletes a film, megvannak a hibái szerintem bőven. A karakterek nem feltétlenül úgy viselkednek, ahogy az szerintem jó volna, tehát még maga a főszereplő lánynak is vannak olyan momentumai, amikor hát lehet, hogy más kellett volna csinálni, tehát hogy nem feltétlenül szimpatikusan viselkedik, meg ugye maga az elkövető, a gyilkos is kicsit olyan furcsa a filmben. No de mindegy, összességében szerintem egy bőven élvezhető filmről van szó, úgyhogy ez volna a Hitcher in the Dark, a 72-es sorszámú olasz gyűjteményes film. Aztán a következő szintén az olasz gyűjteményből, mégpedig a 73-as sorszámmal a Knife of Ice című film, ami szintén egy Umberto Lenzi által rendezett film, csak míg a Hitcher in the Dark a 80-as évek végén készült, ugye 89-es, addig itt visszaugrunk a 70-es évek elejére, ez ugyanis 72-es. És egy olyan klassz díszdobozos verzióban jelent meg. Ugyanúgy van benne egy kis könyv, ami azt hiszem, hogy ezúttal is 40 oldalas.
Igen, és akkor persze ebbe is képek vannak a filmből, és kiesett a középső oldal. Na, fantasztikus. Hát, lehet, hogy nem a legjobb minőségű ez a buklet, ebből a szempontból, legalábbis ahogy összefűzték őket, mert a papír minőségűetlenséggel nincs gond. Na, hát ezt sajnálom, hogy szétjött, de hát mit tudok tenni. Szóval információk, leírások, képek a filmből. És aztán itt van a belső tok. Belül pedig kapunk egy Blu-ray lemezt, és akkor persze itt is kétféle borítónk van. Sőt, valójában háromféle borító. Ez itt az olasz gyűjteményes borító, ez pedig a másik. És hát ugye ezúttal itt ez teljesen más, mint ami ugye a külső dobozon van rajta. És aztán van még itt nekünk egy poszter is, amit akkor már is mutatok, csak előtt visszateszem a borítót. És a Hitcher in the Dark-kal ellentétben a Knife of Ice-hoz már egy kétoldalas posztert adtak. De hát ahogy mondtam, ugye nem valószínű, hogy ezek bármikor is kikerülnek a falamra. Ez az egyik oldal, ugye az olasz cím olvasható rajta. Ez pedig a másik oldal, ami szintén egy olasz poszter. A Hitcher in the Dark az Umberto Lenzinek egy giallo filmje, amiben Carol Baker a főszereplő, aki egy néma nőt alakít, aki egy gyerekkori trauma hatására megnémult, amikor is szemtanúja volt annak, hogy a szülei meghaltak egy vonat szerencsétlenségben. És aztán a jelenünkben összejön a család, a családi birtokon, és aztán kiderül, hogy van a környéken egy gyilkos, aki aztán sorra elkezdi őket megölni, és aztán persze jön a dzsállókra jellemző filmvégi nagy csavar, amikor kiderül, hogy ki a gyilkos és hogy miért gyilkol. Elég érdekes a filmnek a csavarja egyébként, hogy ki az elkövető és hogy miért. No de, összességében szerintem egyáltalán nem egy rossz dzsálló, bár szerintem vannak Lenzinek ennél jobb dzsálló filmjei is. No de, extraként kapunk audiokommentárt, meg itt is vannak ugyanúgy interjúk, kisfilmek, illetve itt is megkapik a filmnek a trailerét, az angol nyelvű trailerét, illetve van hozzá külön egy olasz nyelvű jelenet, alternatív jelenet. Magát a filmet azt egyébként meg lehet nézni angolul is, meg olaszul is, és akkor persze van hozzá angol felirat. És akkor ezen a kiadáson van rajta az előbb említett Lenzi interjú dokumentumfilmnek a másik fele. Ami érdekesség viszont az az, hogy ugyebár számozás szerint ugye így jön sorba az a két film, ugye ez a 72-es sorszám, ez pedig a 73-as sorszám. A dokumentumfilm viszont pont fordítva van rajta. Ezen van az első rész, ezen van a második rész. És hát persze érdemes őket egymás után nézni sorba, hiszen ahogy mondtam, ugye Lenzi végigmegy a karrierjén, és akkor beszél a saját filmjeiről, és azt ugye mégiscsak úgy érdemes hallgatni, hogy sorjában, ahogy halad a filmjein. No de ez volt a 3 AT Films kiadás, amit sikerült beszerezni most augusztusban, és akkor lépjünk is tovább. A következő film az a The Brain 1988-ból, mégpedig a 101 Filmsnek a kiadványa, szintén ugye angol kiadás, és ez a Black Label elnevezésű, hát ilyen szériába jelent meg, gyűjteményben jelent meg, és ez a 27-es sorszám, ami ott a gerincen olvasható. Úgyhogy itt is kapunk egy külső dobozt. Van olyan Films nem csinál olyan masszív dobozokat, mint amit az AT Films vagy az Arrow szokott, de van egy külső doboz. Belül kapunk egy belső tokot, ugye egy másik fajta borítóval, és aztán van itt még egy buklet is, ami 30 oldalas, és akkor persze ebbe is képek vannak, meg információk, leírások a filmmel kapcsolatban. És akkor a tokon, a belső tokon belül pedig kapunk egy Blu-ray lemezt. Nos, a Brain című filmről már hallottam korábban, úgyhogy ez érdekelt egyébként engem, de ugye magát a filmet nem láttam ezt megelőzőleg. De nagyon is érdekelt, mert arról szól, hogy van egy űrből jött nagy agy. Lényegében maga ez a szörny, ez a lény
ez nem több egy agynál, egy nagy agynál. És az lejön a földre, és aztán elkezd embereket ölni. Hát ahogy látható itt a borítón is, én láttam ezt a poster képet, és akkor mondom, hát ez a film engem érdekel. Megnéztem aztán ezt a filmet, és nem feltétlenül azt kaptam, mint amire számítottam, mert tudjátok, hát itt ez a borító. Ez alapján teljesen azt vártam, hogy akkor majd egy óriási agy, nem tudom, repül egy város fölött, és akkor esetlegesen az ilyen 50-es, 60-as évekre jellemző ilyen régi science fiction-nöket megidéző filmet kapok, amiben gyilkolja az embereket meg hasonló, de nem erről van szó. A film elején az agy az még sokkal kisebb, és tudósok arra használják, hogy manipuláljanak embereket, és ugye maga az agy is ezt akarja, hogy tévén keresztül agymossa az embereket. És aztán ahogy minél több energiához jut, úgy lesz egyre nagyobb. De soha nem lesz olyan nagy, mint ahogy itt a bordon is látható egyébként. Összességében ez a film szerintem nem túl jó. Vannak benne bőven hibák, vannak benne bőven problémák, viszont szerintem nagyon is szórakoztató. És ezek a 80-as évekbeli praktikus effektek is marhajók a filmben, főleg amikor például azt látjuk, hogy ott van ez a nagy agylény, ez az agyszörny, és akkor egybe bekap embereket, majd az itt csak van azért olyan a filmben, de szóval ez klassz szerintem azért valamilyen szinten. Úgyhogy nem egy túl jó film, de szerintem szórakoztató. Extraként kapunk audio kommentárokat, meg interjúkat, kisfilmeket, képgalériát, és érdekesség, hogy a filmnek nem tudom, hogy nem készült hozzá trailer, vagy már elveszett, de sehol nem lelhető fel előzetesen ez a filmhez. Magán a Blu-ray-en nincs rajta előzetes, YouTube-on nem találtam hozzá előzetes, csak is kizárólag részleteket a filmből, úgyhogy érdekes, úgyhogy amikor ezt én megrendeltem, csak olvasni tudtam róla, meg ugye a borító alapján döntöttem el, hogy érdekel, filmelőzetest nem tudtam belőle nézni, úgyhogy azért most mellettem is csak egy részletet láthattatok a filmből. Úgyhogy ez volna a Brain. A következő pedig a Creatures the World Forgot című 1971-es horror filmféleség a Hammer filmtől, a Hammertől, és hát ugye a Hammernek az alkotásait eléggé szeretem, úgyhogy persze, hogy érdekelt ez a film, és úgyhogy előrendeltem. Aztán nem mondtam, de a Brain-t azt a Zaviton rendeltem elő. Ugye talán pont a legutóbbi beszerzések videómban említettem, hogy a Zavi már nem küld, nem postázik Magyarországra. Viszont volt még egy pár korábbi előrendelésem, azokat még azért sorba kiküldték, és ez még azok közé tartozott. A Creatures the World Forgot, azt pedig az Amazontól rendeltem elő. És ez itt a Powerhouse Filmsnek a kiadványa, mégpedig a 269-es sorszámú darab az Indicator szériában. Ez ugye itt a tokon is látható alul a szám. És akkor ez egy nagyon szép limitált díszdoboz. Külső tok, masszív, jó minőség. Aztán kapunk egy ilyen kartonlapot, ami kívül volt rajta. De hát ugye ahogy kibontottam, ez igazából innen az aljáról lejött. Úgyhogy most igazából csak beletettem belülre a tokba, aztán kész. Ezen látható az, hogy 6000 darabra van limitálva ez a kiadvány, és az enyém az a 2784-es. Tehát ez egy számozott kiadás. Aztán kapunk egy könyvet, ami hát olyan 80 oldalas, és ebbe rengeteg kép van, meg információ, meg leírás, viszont ez egy olyan film, amiben hát mondhatjuk, hogy van benne bőven mesztelenkedés, persze nem vitték túlzásba, mégiscsak 1971-ben készült a film, és mégiscsak a Hammernek a film, és azért a Hammerre nem jellemző az, hogy túlságosan rengeteg mesztelenkedéssel pakolja tele a filmjeit, de úgy azért szolidan jelen van benne. És hát készült a film, ez egy pár olyan promóciós fotó, ahol például a főszereplőnő mesztelenül pózol, és hát elég sok ilyen képet beletettek, nem csak a bukletbe, a könyvbe, de például a képes lapok közt is van ilyen. És hát ugye a YouTube nem feltétlenül szereti azt, hogyha mesztelen nőket meg férfiakat mutogatunk itt a videókba, úgyhogy azért csak óvatosan mutogatom azért itt a bukletet meg mindent. De a lényeg, hogy jó sok képet kapunk, színes képet, fekete-fehér képet, meg tényleg rengeteg információt, leírást a filmmel kapcsolatban. Régi szöveges
információkat, amik a film keletkezésekor készültek, akkor írottak, meg vadonatúj eszéket is. És akkor kapunk képes lapokat is, mégpedig azt hiszem, hogy 6 darabot összesen, tehát akkor ebből nem feltétlenül mutatom meg mindet, de a lényeg, hogy a főszereplőnő van mindegyiken rajta, fekete-fehér képek. Hát... ja, ennyi igazából, nem 6 darab, 5 darab. Úgyhogy fekete-fehér képek a filmnek a főszereplőnőjéről. Úgyhogy ez egy nagyon szép kiadás egyébként összességében, tehát tényleg itt ezek a jó minőségű képeslapok, maga a buklet, meg ugye ez a külső papír, meg a szép külső doboz, és akkor persze itt van maga a belső tok is. És akkor kétféle borítót kapunk, ez az egyik. Van egy darab Blu-ray lemezünk, és akkor ez pedig itt a második, a belső borító, ami ugye a külső dobozon is ez a kép látható, csak ott egy picit másabb, hiszen ott nincs ráíró a cím. És akkor ugye ez a külső. Szóval ezt a filmet sem láttam korábban, de ahogy mondtam, ugye a Hammer filmeket szeretem. Amiket eddig megvettem, Hammer filmeket, mindegyik tetszett. Úgyhogy azért ezt is ugye simán megrendeltem. És hát ez a film, ez már maga a történet is olyan eléggé érdekesnek tűnt. Tehát így tényleg felkeltette az érdeklődésemet, hogy mondom, ez érdekesen hangzik, ezt én szeretném megnézni. Hát aztán nem feltétlenül azt kaptam, mint amire számítottam, de szerintem nem volt rossz egyáltalán. Szóval Creatures the World Forgot. Ez a film, ez az őskorban játszódik. Azaz, hogy hát ősemberek vannak benne, és azokat követjük nyomon egy ősember csapatot, csoportot, hogy azok mit csinálnak, hogy hogyan élik életüket. És én arra számítottam egyébként, hogy a cím alapján is ugye creatures, vagy ugye lények, amiket a világ elfelejtett, és tehát, hogy dinoszauruszok vannak benne, vagy valami hasonló. De olyan filmet is csinált a Hammer. Tehát csinált olyan ilyen őskori bajátszódó filmet a Hammer, amiben tényleg vannak dinoszauruszok. Ez viszont pont az az egyetlen őskori Hammer film, amiben nincsenek dinoszauruszok. Úgyhogy a cím az egy picit talán megtévesztő, itt magukra az ősemberekre utalnak egyébként a címmel. Úgyhogy ez egy nagyon bizarr film szerintem, mert szóval keveredik benne a horror, meg a kaland, meg még más egyéb dolgok, műfaji elemek, és lényegében tényleg ott van ez az ősember csoport, és őket követjük nyomon. Van benne vulkánkitörés, van benne testvérek közötti rivalizáció, van benne összecsapás más törzsekkel, meg hasonlók, meg hogy elveszítik az otthonukat, és aztán elindulnak úgy gyalogosan, hogy új otthont találjanak maguknak. Tehát ilyen fajta dolgok vannak benne, és egyetlen angol szó nem hangzik el az egész film alatt. Mert próbáltak korhűek lenni, és hát ugye annak idején ezek az ősemberek még nem beszéltek angolul, meg másféle nyelven se, úgyhogy lényegében akármikor azt látjuk, hogy ezek az emberek a filmben kommunikálnak egymással, akkor vagy mutogatnak, vagy próbálják tényleg valahogy elmutogatni, amit akarnak, vagy vügyögnek, meg hasonlók, meg motyognak így a saját maguk nyelvén. És ez nagyon furcsa volt számomra. Még egyetlen egy ilyen filmet sem láttam soha, hogy konkrétan értelmes, érthető szöveg, egy szó nem hangzik el az egész film alatt. Úgyhogy, ha bárkit érdekel ez a film, de nem tudtok angolul, akkor is nyugodtan be lehet szerezni külföldről, és meg lehet vele próbálkozni, mert nincs benne egyetlen egy olyan szó, amit nagyon érteni kéne. Itt tényleg csak azon van a hangsúly a történéseken, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Szóval ez egy nagyon érdekes és bizarr film szerintem. Extraként rengeteg dolgot kapunk, van itt audio kommentár, rengeteg interjú, meg dokumentumfilm, meg kisfilm, meg képgalériák, a rendezőnek megkapjuk 3 korábbi rövidfilmjét is, viszont azok vígjátékok, úgyhogy azoknak semmi köze nincs a horrorhoz. TV-s reklámok, rádiós reklámok, a filmnek az előzetese, hogy tényleg tele van pakolva. Egy nagyon szép kiadás, és mondom, nagyon egy furcsa, érdekes film. Aztán a következő, az az Event Horizon, vagy Halálhajó, ugyebár a magyar címe ennek a filmnek, 1997-ből.
Ez a 25. évfordulós 4K UHD 10 dobozos kiadás, ami egy angol Blu-ray kiadás, és ezt a Zaviton rendeltem elő. És ez egy nagyon szép díszdoboz, ez egy... Tehát most egyelőre így adták ki ezt a 25. évfordulós kiadást ebben a díszdobozban, de a Zavinál volt Zavi exkluzív fémdobozos változat is, ami lényegében ugyanez, csak ez a verzió még annál is több valamivel. Úgyhogy az a külön fémdobozos verzió az ugye valamivel egy olcsóbb kategória, meg az ugye kevesebb dolog, mint ez a díszdoboz, mert egyébként ebben is egy fémdoboz van belül, meg még egyéb dolog, ami ugye az a másik kiadáshoz nincs hozzá. És gondolom, hogy ha ez el fog fogyni, ez a díszdobozos verzió, akkor majd persze később valószínűleg ki fogják adni ezt a kiadást, vagy ezt a filmet 4K-ban sima tokos Blu-ray-en is. Viszont ez a díszdoboz ez olyan szépnek tűnt, meg klassznak így a leírások, meg a fotók alapján, hogy mondom, én nem fogok sima tokos verzióra várni, nekem ez a verzió kell, mert ez nagyon jól nézett ki. Majd látok, hogy nézzük. A külső doboz nagyon klassz kiadás, tényleg. Itt van a belső tok, ami egy fémdoboz, ez itt a borító, itt van a hátulja, és maga ez a fémdoboz, ez kapott egy o-ringet. Nem egy kartontokot, mert ez, hanem inkább egy ilyen műanyag tok végül is, de a lényeg, hogy változik a kép. Tehát maga a tok, ez az o-ring tok, ami hozzájön, ez hozzáad a borítóhoz. Úgyhogy ma arra megcsinálták. És akkor mutatom a hátulját is, ma az is ugyanilyen. Ott az űrhajó. És akkor lehúzom róla. És akkor tök lesz. Aztán belül kapunk egy Blu-ray lemezt, valamint egy 4K lemezt. Ugye mindkét lemezen rajta van a film. Illetve a Blu-ray lemezen extrákat is kapunk, a 4K-s lemezen csak a film van rajta. És akkor persze van belül egy kép, amit már is mutatok, csak akkor kiveszem a lemezeket. Ott van a kép, a belső kép. Hát 4K lejátszom meg, tényleg továbbra sincsen, úgyhogy a sima Blu-ray lemezt néztem meg belőle persze. Úgyhogy ez volna a belső tok, a fémdoboz, ezzel a műanyag tokkal együtt. És akkor utána kapunk még egy ilyen dobozt is. És ebben van a további klassz dolgok, további klassz dolgok vannak benne. A tetején jönnek ki ugye belőle minden egyéb. Van itt egy felvarró. Elég érdekes kis felvarró. Van egy kitűző, amit még soha nem bontottam ki, úgyhogy ezt most bontom ki itt ebben a videóban először. És most fogom először kézbe venni ezt a kitűzőt. Itt is van, ugye a filmnek a címe van ráírva, ami ugye már az űrhajónak is a neve, ami a filmben benne van. Event Horizon. És akkor egy tű van a hátulján, ugye ezt le lehet így húzni, és akkor lehet felakasztani. Úgyhogy ez majd, vagy feltűzni, úgyhogy ez majd jól fog mutatni a többi ugyanilyen kitűzőm között majd a falon. Azt, hogyha nem felejtem el, akkor csinálok róla a felvételt, és a videó végére bevágom. Aztán van itt nekünk egy, hát poszternek írja itt a boríton, de ez valójában nem más, mint magának az űrhajónak, az Event Horizonnak a tervrajza, ami megint csak szerintem baromi érdekes, hogy egy ilyet beletettek ebbe a kiadásba. Csak tudjam széthajtogatni, anélkül, hogy szétszakad itt nekem valami. Az egyik oldal az teljesen sima, kékszínű. És akkor a másik oldal pedig ott van maga a tervrajz. Mindenféle leírása, hogy mi hol található, milyen részei vannak az űrhajónak, milyen helyiségek, stb. Úgyhogy egy nagyon klassz kis kiadás ez ezzel a tervrajzzal, meg mindennel együtt, és akkor még tovább képes lapokat is kapunk. Úgyhogy akkor ezeket is mutatom. Itt az első, és már ezen a képen is lehet látni, hogy ez bizony egy nagyon brutális egy film. Itt a második, ami egy forgatási kép. A harmadik, a
szereplőkkel. A negyedik ötödik, Lawrence Fishburne, ugye ő a főszereplő, az egyik főszereplő. És aztán itt van egy hatodik. És ennyi, úgyhogy ezek volnának az Event Horizon képes lapok. És akkor a kitűzőt szerintem vissza se teszem most már a tokba, mert fölösleges, azt rögtön ki fogom tenni majd a többi kitűzőm közé. A többit azt meg majd utólag összepakolom, nem húzom most ezzel az időt. Szóval az Event Horizon, ugye maga a díszdob az tényleg fantasztikus lett, szerintem annyi minden van benne, meg nagyon szépen összerakták, hogy tényleg ez egy nagyon klassz díszdob az, hogyha bárki szereti ezt a filmet, vagy ha még nem láttátok, de érdekel titeket, akkor ez az a kiadás, amit szerintem nagyon is érdemes beszerezni. És hát ugye mondtam, a 4K lemezt nem tudtam megnézni, de a sima Blu-ray lemezen is nagyon szép a képminőség, tehát nagyon szépen fel van újítva a film, nagyon jól nézett ki, nagyon jó volt a hangzás is, és jó volt újra nézni ezt a filmet, mert régebben, nagyon régen tévében láttam még, úgyhogy tényleg jó volt újra nézni. Magyar vonatkozás persze nincs rajta, de eredeti angol hangot meg angol feliratot azt kapunk, illetve van még rajta más egyéb nyelvválasztások is, olasz, japán, spanyol, például német, de magyar az pont nincs, az lemaradt róla. Extraként pedig akkor a Blu-ray lemezen kapunk audio kommentárt, illetve kimaradt jeleneteket, kis filmeket, valamint egy dokumentumfilmet, ami azt hiszem, hogy egy 6 részes, nem 5 részes dokumentumfilm, ami szépen ugye elmondja a filmnek a készítését, ugye a színészek, a alkotók, a rendező, sok-sok ember megszólal benne, és tényleg végigmondják az egész filmnek a keletkezését, forgatásról mesélnek egy csomó mindent, úgyhogy az egy nagyon-nagyon érdekes dokumentumfilm volt. Úgyhogy nagyon klassz extrák vannak rajta, Event Horizon. Aztán a következő 4 Blu-ray, amit mutatok, az nem más, mint a júliusi Horror Pack csomag, ami augusztusban érkezett meg. Erről ugye láthattatok egy kibontós videót a csatornámon, azóta megnéztem mindegyik filmet. Legelőször is itt van az Anaconda. Egy Blu-ray, valamint egy DVD lemez. Ez egy amerikai kiadás és régió független, hogyha jól emlékszem, bár a régiót ír a hátulján, de az úgy emlékszem, hogy régió független volt. És hát extrák nincsenek rajta, csak és kizárólag a film, és hát ugye ez a film ez már megvan nekem, a magyar Blu-ray is van, mint az 88 Films Blu-ray gyűjtemény is, amiben ugye mind a 4, legalábbis az első 4 Anaconda film benne van. Úgyhogy ja, ez igazából már így a harmadik példányom ebből a filmből Blu-ray-em. Úgyhogy ez volna az Anaconda, amely persze a véleményemre kíváncsiak vagytok erről a filmről, akkor ugye csináltam erről a szériáról egy rangsorolást, azt megtaláljátok YouTube csatornámon. Aztán a következő az a Calm Down című film. Egy Blu-ray és egy DVD lemez. Ez is egy amerikai kiadás, ez viszont már alrégiós. Ugye az alrégiós kiadásokat csak alrégiós vagy régiófüggetlen lejátszókon lehet megtekinteni, míg ugye a régiófüggetlen lemezeket azt ugye mindenféle lejátszom. Ugye hiába amerikai, például az Anacondát azt ugye magyar Blu-ray lejátszokon is meg lehet nézni. Szóval a Kandán című film 2019-es magyar címe Halálod apja, és nincsenek rajta extrák egyáltalán, azaz, hogy hát még a menü betöltése előtt van egy pár ajánló előzetes, aztán kész, de azon túl semmi extra nincs rajta, és hát persze a filmet a Blu-ray lemezről néztem meg, hiszen ugye miért a DVD-t nézzem. Nem is értem egyébként, manapság már szerintem fölösleges DVD-t rakni a Blu-ray-ek mellé. Gondolom, hogy aki manapság már Blu-ray-eket vásárol, valószínűleg a Blu-ray lemezt nézi, nem a DVD-t, de hát mindegy, mességgel eltér a tokban. Na de a Kandán Halálod apja című film. Ezt láttam korábban, úgyhogy jó volt újra nézni, mert ez annak idején tetszett nekem, úgyhogy örültem, hogy meglett a Horror Packnek köszönhetően, mert ezt amúgy is meg akartam menni. Aztán a következő az a Dark Tales from Channel X című film, egy Blu-ray lemez, amerikai kiadás, régiófüggetlen, és ez volt a júliusi csomagban a Horror Pack limitált kiadás 73-as sorszámmal. Ez egy antológia film, ami összesen 74 perc itt a borító szerint, de azt mondom, hogy kb. Annyi volt. Úgyhogy nem túl hosszú, viszont kapunk egy rakás szegmenst, és arról szól, hogy van egy babysitter, aki elmegy egy házba, hogy vigyázzon ugye a gyerekre,
Amikor megérkezik, a szülők elmennek, a gyerek pedig már rég alszik, úgyhogy a babysitter, fiatal lány úgy gondolja, hogy körülnéz, lemegy a pincébe, talál egy nagyon régi tévét, bekapcsolja, és ahogy váltogatja a csatornákat, úgy kapjuk meg mi a nézők a különböző szegmenseket. És hát van igazából mindenféle sztori, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon minimalista, kisköltségvetésű film, és ez nagyon érződik rajta, maguk a szegmensek is picit ilyen furák voltak. Összességében ez nem fog a kedvenc antológiáim közé tartozni. Vagy gyengék a szegmensek, vagy ilyen átlagosabb, közepesek, szóval nem tartom túl jónak ezt a filmet, de azért meg lehet nézni, tehát azért valamilyen szinten talán változatosak a szegmensek, csak mondom, nincs, igazából nem volt köztük talán egy se, amire azt mondanám, hogy nagyon kiemelkedik. Tényleg ilyen gyengébbek vagy közepesek. Extraként pedig egy előzetest kapunk, semmi többet. Aztán a negyedik film a júliusi horror packből, az pedig az The Invisible Man. Egy Blu-ray, valamint egy DVD lemez. Amerikai kiadás, régió független, magyar cím a láthatatlan ember, és ez ugyebár a 2020-as remake. Ezt a filmet most láttam először erről a kiadásról, és ezt már nagyon meg akartam nézni, ugye az eredeti 33-as láthatatlan embert, azt nagyon szeretem azt a filmet, úgyhogy persze, hogy érdekelt a remake. Igaz egyébként, hogy annak az eredeti láthatatlan embernek még nem láttam a folytatásait. Tehát magát a láthatatlan ember díszdobozt azt még be kell szereznem, vagy gyűjteményt be kell szereznem, amiben benne van az összes rész a korábbi szériából. És ugye szeretek egy szériával mindig sorba haladni, és nem láttam még ugye az eredetinek a folytatásait, de ezt attól még megnéztem, mert már tényleg nagyon kíváncsi voltam rá, és hát ugye mégiscsak egy remake-ről van szó, tehát nem, ugye nincs köze a korábbi filmekhez. És hát ugye teljesen más sztorit kapunk egyébként, mint az eredeti filmbe. Tehát ugye már az, hogy teljesen ugye a mai korhoz illesztették ugye ezt a sztorit, ugye a jelenbe játszódik, és nem egy ilyen szert kapunk a filmbe, amit ugye a láthatatlan ember, és ez a tudós létrehoz ilyen összekotyvaszt valamilyen anyagokból, és aztán megissza, és ugye úgy lesz láthatatlan. Itt ugye technológiai háttere van az egésznek, itt nem egy ilyen úgymond egy varázsitalt, vagy mit kapunk. Úgyhogy teljesen máshogy oldották meg ezt az egészet, ugye végében tényleg újítottak, csak úgy, mint a gyerekjáték remake, ugye ott se arról van szó, hogy ugye bár, mint az eredetiben, hogy egy megszállja egy sorozatgyilkos egy babának, egy játékbabának a testét, hanem ott is ugye technológiailag oldották meg az egészet, és itt is igazából arról van szó. Itt talán azért jobban működik, mint a gyerekjátékban, bár tegyük hozzá, azért nekem a gyerekjáték remake is tetszett, de most hagyjuk a gyerekjátékot, azt ugye úgyis meséltem arról a remake-ra a gyerekjáték rangsorolásomban. Na de, láthatatlan ember extraként kapunk kimaradt jeleneteket, meg audiokommentárt, meg kisfilmeket, így a forgatásról, jó kis dokumentumfilmet, ott a, persze a főszereplőnő is megszólal, ugye Elizabeth Moss, meg a rendező is, Lee Whannell. Úgyhogy szerintem összességében ez egy nagyon klassz remake lett, ez egy nagyon jó kis film lett, úgyhogy szerintem rövidesen újra fogom nézni, mert nagyon tetszett, és kíváncsian várom, hogy milyen új filmeket csinálnak majd még, mert ugyebár annak idején volt a Dracula Untold, amivel ugye el akartak indítani egy ilyen új univerzál, szörnyfilmes univerzumot. De valamiért nem vált be, bár nekem az a film tetszett, de nem vált be. Ugyanarról letettek. Aztán újraindították az egészet Dark Universe címen, és akkor annak a múmia lett az első darabja, Tom Cruise-zal. Az megint nem vált be, mert iszonyat nagy bukás volt az a film, úgyhogy nagy költségvetésből készült. De nem vált be, persze, hogy nem vált be, mert nem volt jó az a film. És nem is volt még horror se ráadásul. Akkor eltelt egy pár év, és most megint újraindították ezt az egészet, de ezúttal nem beszélnek univerzumról, ezúttal csak simán remake-elték a láthatatlan embert. Azóta tudjuk, hogy Ryan Goslinggal csinálják a Farkasember remake-et is, most Nicolas Cage-el készül egy Dracula film is, szóval ez nem egy új univerzum. De persze később még akár össze is hozhatják őket, ki tudja. Úgyhogy ezért kíváncsi vagyok, hogy mit fognak csinálni most ezekkel a különböző remake-ekkel, meg ezekkel a filmekkel. Mindamellett pedig már ugye volt arra szó, hogy elvileg ennek is csinálnak folytatást, meg spin-off hírek is voltak, szóval majd meglátjuk. És akkor ezzel a végére értem a Blu-ray-eknek, úgyhogy most jöjjenek a VHS-ek. Sikerült rendelnem egy pár VHS kazettát.
És az a helyzet, hogy ezeknek 50 forint volt darabja. Úgyhogy nagyon klassz volt, hogy még találni olyan eladókat, akik nem meggazdagodni akarnak a VHS-ekből, meg nem verik fel az árat, ki tudja milyen magasra, és mindösszesen 50 forintért meg tudtam venni ezeket a kazettákat. Persze ez még hozzájött a postaköltség, tehát összességében 5 kazettát vettem, 350 forintra jött így darabja, de 350 forintot is nagyon megérnek szerintem a VHS kazetták. Úgyhogy tényleg, ár szempontjából ez nekem tökéletes volt. Így nagyon-nagyon jó volt ez is szerintem, így, hogy nem csak azt, hogy sikerült őket megvenni, de hogy ilyen olcsón. Úgyhogy klassz. A legelső az a 6. érzék című film, The Sixth Sense, ugye M. Night Shyamalan filmje Bruce Willis főszereplésével. Ezt annak idején moziba láttam először, mégpedig barátokkal, még, ha jól emlékszem, akkor a Balatonon, pont egy ilyen közös ilyen baráti nyaraláson így megnéztük, mégpedig egy szabadtéri moziban a 6. érzéket, ja. És ott volt, amikor már egy durvább lett a film, akkor voltak egy páran, akik kisétáltak onnan, nem tudom, biztos nem erre számítottak egy Bruce Willis filmtől, de ja, nekem annak idején nagyon tetszett, ugye a film végi csavar is nagyon jó volt, amit ma már az is tud, aki még nem látta a filmet, mert tényleg mindenhol ellövik ezt a csavart, de nagyon klassz kis film, és persze azóta DVD-n is megvettem, úgyhogy az ugye itt van mögöttem a polcon, és most meg lett VHS-en is. A The Sixth Sense című kísértett horrorfilm, ugye M. Night Shyamalannak, ez volt a legelső olyan filmje, ami lényegében behozta őt a köztudatba, amiről ugye ő híressé vált. És akkor itt van maga a kazetta, és ugye a magatok. Úgyhogy örülök nagyon, hogy sikerült beszerezni ezt a filmet kazettán és VHS-en, és ez egy interkomos kiadás. Még pedig, hát nem tudom, hogy megtalálom-e, vagy hogy írja a dátumot itt a hátulján, mert azt nem mindig tüntetik fel megfelelően. És hát nem is találom, de hát gondolom, hogy valamikor a 2000-es évek elején jelenhetett meg, de a lényeg, hogy az interkom adta ki. Na de haladjunk, ne húzzuk az időt fölöslegesen. A következő az a Bárányok hallgatnak, The Silence of the Lambs, ami ugyebár Anthony Hopkinsos Hannibal filmek közül a legelső. És nekem a Vörös Sárkány már megvan VHS-en, úgyhogy ez jól fog mutatni majd a Vörös Sárkány mellett. Ugye a Vörös Sárkány az a harmadik Hannibal film Anthony Hopkinssal. Úgyhogy ez itt a Bárányok hallgatnak. Így néz ki. Hát ugye itt egy picit meg van rongálodva a fólia, de hát most az nagyon nem számít. 350 forintot, ez rettenetesen megért. Itt van akkor ugye maga a kazetta. Bárányok hallgatnak. És itt van egy belső kép ennél a VHS-nél, mégpedig reklám. Konkrétan magát a Bárányok hallgatnak is reklámozza, de itt van még a Frankenstein, a 94-es verzió, a 92-es Dracula, illetve a farkas Jack Nicholsonnal, ugye az is a 90-es években készült. Úgyhogy ja, ez majd jól fog mutatni a polcon a Vörös Sárkány mellett. És hát ugye maga a film az megvan nekem Blu-ray-en is. Aztán a következő az a Kéjutazás Joyride című filmnek a legelső része. Ugye Paul Walker, illetve Steve Zahn és Lily Sobieski főszereplésével. Nekem ez a film a óriási kedvenc, én nagyon szeretem ezt a filmet. A hátulja, meg a gerinc. És ezt a filmet életemben legelőször pont VHS-ra láttam, még pedig videótékából. Én pont nemrég csináltam egy videótékás, ilyen nosztalgiázós videót, abban említettem is egyébként ezt. Úgyhogy Kéjutazás című film, miután megnéztem ugye tékából, később meg is lett vásárolva, úgyhogy ez a film, ez konkrétan meg is volt nekem annak idején VHS-en. Úgyhogy most újra megvan VHS-en, aminek így külön örülök neki. Úgyhogy ez tényleg egy klassz dolog, és persze, hogy ez a film nekem megvan magyar DVD kiadás, meg az amerikai Blu-ray kiadás is. Úgyhogy most már 3 különböző példányom is van belőle. Úgyhogy tényleg nagyon szeretem ezt a filmet. És aztán itt van maga a kazetta. Úgyhogy ja, a Kéjutazás. Úgyhogy tényleg örülök, hogy sikerült újra beszerezni.
Aztán a következő film, ez egy olyan film, ami nekem semmilyen formátumban nincs még meg. Az a szotját most már VHS-en megvan. És ez a Tremors harmadik része, aminek a magyar alcíme az azt hiszem az, hogy ahová lépek még mindig szörnyterem, vagy ahová lépek már megint szörnyterem. A kettő közül valamelyik, azt hiszem, hogy talán a második rész az az ahová lépek már megint szörnyterem, és a harmadik rész az ahová lépek még mindig szörnyterem. Azt szerintem elfelejtettem mondani, de a Bárányok Halhatnak az interkomos kiadás, a kiadás pedig szintén interkomos kiadás. És akkor a Tremors 3 az pedig UIP Dunafilmes kiadás, és Vissza a tökélyhez alcímmel adták ki még VHS-en ezt a filmet, azóta persze már ugye, ahogy mondtam, ugye át lett nevezve az alcím. Úgyhogy ez a Tremorsnak a harmadik része, nekem ebből a szériából az első rész van meg Blu-ray-en, valamint a hatodik. De szeretném persze beszerezni az összes részt, mert szeretem ezt a szériát. Ezt a harmadik részt ezt láttam annak idején egyetlen egyszer, úgyhogy most megvan VHS-em. De ugye tudjátok, erről beszéltem korábban, hogy VHS lejátszom nincs. Nem azért veszem ezeket a VHS kazettákat, hogy nézzem őket. Ezeket simán gyűjtői szempontból, meg nosztalgiából szerzem be őket. Nagyon jól mutatnak a polcon. Úgyhogy ezt a kazettát soha nem fogom megnézni. Majd valamikor beszerzem a filmet Blu-ray-en, és akkor úgy fogom újra nézni. Úgyhogy ez volna a Tremors harmadik része, és akkor itt van maga a kazetta. És akkor végezetül az ötödik VHS, amit most sikerült megrendelnem, beszereznem, az a Tremors 3-hoz hasonlóan egy olyan film, ami semmilyen más formátumon nincs meg nekem. Viszont ez egy olyan film, amit igazából nem is nagyon terveztem, hogy beszerezzek egyébként DVD-n vagy akár Blu-ray-en, ezt egyszer régen láttam tévében, és aztán annyi volt. És ez a Vérszörf, vagy angol címén, eredeti címén Blood Surf 2000-ből. És ez a Miraxnak a kiadványa. Hát persze, hogy lejjel a felé mutatom. Hátulja. És akkor itt van maga a kazetta. Vérszörf. A Vérszörf az úgy indul, mintha egy cápás horrorfilm lenne, de aztán nagyon hamar rájövünk, hogy nem arról van szó. Hát persze, a borító is elárulja, hogy valójában egy krokodilos filmről van szó, ami még a cápákat is megtámadja a filmnek az elején. Ha jól emlékszem, akkor ez a film egy szigeten játszódik, oda eljut egy szörfös csapat, és aztán rájuk támad egy jó nagy krokodil. Tévében egyszer láttam ezt a filmet nagyon régen, úgyhogy sokra már nem emlékszem belőle, de hát ugye én szeretem az ilyen típusú filmeket, úgyhogy éppenséggel még talán azt se kizárt, hogy idővel beszerzem DVD-n, vagy ha kiadták, akkor Blu-ray-en, és aztán újra nézem. No de addig is VHS-en megvan a Vérszörf, Blood Surf című film. Úgyhogy ez az öt VHS az, amit most sikerült beszereznem, amikkel most sikerült gyarapítani a VHS, a horror VHS gyűjteményemet. Ugye VHS-en csak horrorfilmeket gyűjtök, mert mindent nem lehet, hely sincs meg egyebek se, úgyhogy horror VHS-ek most ez az öt, és akkor ezzel a végére értem ennek a mostani beszerzések videónak, és hát ahogy látom, már ez is egy jó hosszú videó lett, de remélhetőleg végignéztétek, és ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon, minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, hogyha megírnátok a véleményeteket, hogyha például írnátok ezekről a filmekről, amiket most mutattam ebben a videóban, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg, vagy a Facebook csoportomban, aminek szintén megtaláljátok a linkjét a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!